Percipán állat és mesefigurákkal, virágokkal és még sok más díszítő elemmel dekorálták a gyerekek a tortájukat a csantavéri torta díszítő versenyen. Azért szeretnék részt venni a versenyen, mert szeretek alkotni, és a tortából lesz egy nagy bálna. Csordás Kingától sem áll távol a torta készítés, ugyanis nagymamájával állandó közös programjuk a házi cukrászkodás. A mamám adott olyan tanácsokat, hogy lassan nyomjam, türelmesen, meg hogyha fáradt vagyok, akkor pihenjek. Nagyon jó tanácsokat ad a mama, és hasznát is veszem. Meséld el, hogy hogyan fog kinézni a te tortád a versenyen. Hát úgy fog kinézni, hogy négy sarkára diót teszek, akkor még teszek a széli, még így a diók mellé egy-egy virágot. A versenyen a gyermekek szülei is jelen voltak, akik büszkén figyelték a fiatalokat a díszítés közben. Én nagyon örülök neki, hogy ilyen rendezvényt megszervezték, mivel már végre nem csak a telefon, nem csak a tévé, hanem van egy kis kreativitás, egy kis olyan dolog, amit ők maguk csinálnak, és aminek örülhetnek. Én ezt nagyon-nagyon szeretem, mink is, ha időnk engedi, otthon szoktunk, akár mézes kalácsot, akár különféle süteményeket készíteni. Vér János pályafutás alatt számtalan gasztronómiai versenyen részt vett, mégis úgy véli, a gyermekek újra és újra meglepetést tudnak okozni munkájukkal. Megmondom őszintén, nagyon meglepődtem. Annyira ügyesek, ugye ők a marcipán gyurmának nézik, és olyan ügyes, szép dolgokat csinálnak, hogy biztos, hogy szép tortákat fognak csinálni. Meg én annak örülök legjobban, hogy ez a délután nem a számítógépi meg a telefoné lesz, hanem itt lekötik magukat. A csantavéri Takács Gáspár közösségi teremben megrendezett verseny jó hangulatban, közösségépítő jelleggel zajlott. A gyerekek ötletes és kreatív munkájáért aranyérmet és elismerő oklevelet kaptak.